Ha már ide, innen a Bor utcából jelentkezünk be, és annyi mindent elmondtunk a Bor utcáról, ugye, folyamatosan ez lesz ez a témánk, akkor tudjunk meg kicsit a borról is le, hát nem kicsit, amennyit Takács Attila, nagyanyadi borász elmond nekünk, a szőlőtermesztésről, a borászat művészetéről. És akkor őt köszöntöm itt az asztalunknál. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a tévénézőket ebből a szép, csodálatos kis Bor utcából, amit a kolozsvári Magyar Napok keretén belül a szervezők biztosítottak. Ugye azt mondtuk, volt egy bejátszásunk is a Bor utca megnyitójáról, ami a tegnap előtt történt, és azt mondtuk, hogy hát nappal úgy kevesebben voltak, de este megtelik. Most az érdekel engem, hogy mennyire éri meg, megéri-e kijönni ide egy borásznak egy ilyen fesztiválra? Ennek a Bor utcának tulajdonképpen üzenete, lényege az, a jó hangulat, az erdélyi, meg a külföldi, vagy magyarországi borászoknak a bemutatása, az ismerkedés, a társalgás, és persze a jó boroknak az elfogyasztása. Mivel nagyon sok finom borral találkozhatunk ebben az utcában, hogy mondottam, nagyon sok régióból, ugyancsak itt Erdélyből, mint Magyarországról, meg van egy pár forgalmaz, amik olasz és spanyol borokat is forgalmaz itt nálunk. Viszont az üzenet ennek az utcának kimondottan a jókedv, az öröm, a borkultúrának a fejlesztése, a megismerése, folyamatosan különböző régiók borainak a bemutatása, ugye minden a 15 standból, hál' Istennek mind a 15 megtelt, és a szervezők ebben nagyon ügyesek voltak, hogy a borszeretőknek, meg a borbarátoknak egy ilyen szép, tágas, bő választékot tudtak biztosítani, amivel nem csak a kolozsváriak, hanem a vidékről is beérkező, vagy a környék megyékből beérkező vendégek nagyon nagy örömmel végigkóstolhatnak nagyon sok finom jellegű bort. Ilyenkor hogy válogatnak a termékeikből? Mit hoznak el ide? Nyár idején, nagy forróságban. Általában minden pincészetnek van egy-két kimagasló borterméke, amelyet inkább forgalmaz a belföldi piacon, vagy éppen a külföldön is. Ilyenkor nyáron a vélemények megoszlanak, mivel nagyon sok a száraz borkedvelő, vagy a félszáraz borkedvelő. Kevésbé fogyaszták ilyenkor a vörösborokat, mivel a vörösbor ugye az téli időszakban a kedvence. Viszont érdekes, hogy általában mindig van egy ilyen hullám, ami tulajdonképpen a fogyasztónak a kedvét elnyeri. Ahogy volt az elmúlt két évben ugye a rozé pezsgős bor, az idén viszont megint visszajöttek ezek a hagyományos félszáraz, száraz boroknak a fogyasztói, és főleg mostan, ahogy éppen beszélgettem kollégáimmal, a krasznabéltekiekkel is, hogy megint a pezsgős borok egyre nagyobb helyet foglalnak el a borpiacon, ami egy örvendetes dolog, mivel az azt jelenti, hogy tulajdonképpen az olasz meg a spanyol kultúrában már eléggé jól előre haladott borfogyasztók itt Erdélyben is ugye ezt a trendet, meg ezt a minőséget meg tudják találni. Borkultúrát emlegetett az előbb, és engem azért is fontos, hogy van Bor utca a kolozsvári Magyar Napokon, mert hogy promotálhatja a borivást, a borfogyasztás kultúráját. Milyen a borkultúránk nekünk, vegyük úgy mondjuk, nem tudom, a szűkebb területet, erdélyi magyaroknak egyáltalán van-e, vagy... Igen, az erdélyi magyaroknak, és nem csak az erdélyi magyaroknak, hanem általában Romániában. Látjuk Romániát. Romániában így, egyre bővebb a borkultúrának a fejlődési ágazata, mivel nagyon sok itthoni, nagyon jó termelő dobja be piacra termékeit, és nagyon sikeres borokat forgalmaznak, és elősegíti nem csak ez a Bor utca, hanem különböző rendezvényeken a részvétel, és nem csak a részvétel, hanem egyre több bor bemutatókat szervez különböző események keretén belül, ahol a borbarát, vagy most szoktam mondani, a borbarátok meg a borszeretők egyre gyakrabban eljárnak és ismerkednek, mert a bornak, minden bornak van egy üzenete, van egy mondandója, van egy lelkes üzenete. Mivel a bor többféleképpen mutatkozik, bontakozik ki a fogyasztó felőtt gyümölcsösségében, savasságában, esztétikai szépségjegyeiben, és különböző borvidékeknek megvannak a sajátossága, úgy mint a belső erdélyi borvidék, vagy a Erdélyhegyalja, vagy éppen a ménesi borvidék, tehát minden borvidéknek van a sajátos jellegzetessége, meg van a saját terméke,
mint ahogy mit tudom, mondhatom azt, hogy a belső Erdélyben a Nagyenyed környékén ugye a Tramini meg a Muskotály, ami kimagasló, akkor beszélgethetünk ugye a Sirázról, ami a krasznabélteki borvidéknek az egyik kimagasló ágazata, vagy éppen a Jófark, amit a Ménesi vidék nagyon szépen úttörő ágazatként Európában is helytálja helyét. Bizonyára nagyon fontos megismerni először is a bortípusokat, meg aztán tudni kell a borfogyasztásnak az írott vagy iratlan szabályait. Ezen a területen hogy állunk? A borfogyasztásnak is van, meg van persze a saját kultúrája, mert a borfogyasztás összefügg nagyon a gasztronómiával is, és a gasztronómia, a borászat a borok nélkül nem lehet, és sokszor úgy is szoktuk mondani, hogy a bor sem lehet fogyasztani a gasztronómia nélkül sok helyen, úgyhogy mindennek megvan a helye, maga helye és ideje. Általában ebben a bor utcában inkább a bort fogyasszuk, és a bort megismerjük. Itt nem beszélhetünk gasztronómiáról. Viszont minden rendezvénynek megvan a saját üzenete, hogy mikor, mit kell tennünk, és hogyan kell cselekednünk. Tehát mondhatom azt, hogy akkor, amikor egy bor utcáról beszélünk, akkor itt kimondottan csak borozunk, és megismerjük azt, hogy mit is jelent az, ahogy szoktam én mondani, hogy a bor az egy művészet, a borászat, a bor az egy művészi alkotás, a borászat az egy annak megvan saját szépségjegye, amivel tulajdonképpen kibontakozhatunk, és megmutatjuk a nagy közönségnek, hogy mivel rendelkezünk. Nem is csak művészet, hanem én tudományhoz hasonlítanám. Egy kicsit úgy él a fejemben a borászat, illetve a borhoz való értés, vagy amit a szomeliék tudnak, vagy a borászok tudnak, mint az agysebészethez tudnám hasonlítani. Hát amikor leírnak egy bort, hogy ez milyen és testes, és nem is tudom ezeket a szebbnél szebb jelzőket, amikor ilyenkor a borokra tudnak aggatni, és az, nem is tudom, hogy egyáltalán ezeket tényleg érzik-e, vagy ezek ilyen szép történetet szőnek a bor mellé. Itt kérdezném meg, hogy vannak-e trendek így a borozás, vagy a borfogyasztás területén? Tehát van ilyen, hogy most idén jobban mennek a száraz fehérek, ugye az persze. Mennyire trendi, vagy mennyire fogyasztanak. A szárazbornak mindig van egy trendje. A szárazbor mindig kimagasló érték vagy termék. Bármihez lehet hasonlítani. Ugye a szárazbor az egy olyan kategóriát fed le, ami nagyon soknak a kedvence, mivel legtöbb gasztronómiai ételhez is hasonlítható, párosítható. Vannak a félszárazborok, amelyek inkább a borbarátok vagy a borkedvelőknek kis részét érintette múltban, viszont mostan egyre jobban értékelik ezt a típusú bort, mivel legjobban bontakoznak ki benne a gyümölcsösségek. A gyümölcsösség, a savasság, a gerincessége, vagy éppen a bársonyosság, hogyha a vörösborokról beszélünk. Viszont az édesborok is egyre nagyobb helyet foglalnak el újabban. Mostan például meglepő volt számunkra, nem csak nekem, hanem a többi borásztársunknak is a bor utcában, hogy egyre több édesborokat igényelnek a vásárlók, viszont eddig nem történt meg ez. Tehát nagyon ritka volt az eset, amikor ennyi ekkora igénylet volna az édesborok. Azért, hogy nem értenek annyira, és ilyen nem értő közeg zárkózik fel. Hiszen ízlés kérdése, és az, hogy ki milyen vidékről származik, és mivel van hozzászokva. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy milyen bort szokott fogyasztani általában, otthon, baráti társaságban, vagy éppen vendéglőben. Viszont, ahogy mondottam, minden bornak megvan a saját helye és ideje. Hát még csak egy szóban, hogy az idei szőlőterm, és milyennek ígérkezik, milyen borokra számítanak? Hát az idén én legalábbis, ami a belső erdélyi vidékét illeti, amit honnan én származom, ugye Nagyenyed, köszönhetjük a felvonulnak, hogy egy nagyon jó termés lesz az idén. Nem volt betegség, nem volt jég, ahogy a tavaly megtörtént, úgyhogy az idén egy nagyon jó évre számíthatunk. Ahogy hallottam a krasznabéltekiektől, és főleg az aradi ménesi vidéken, ott nem volt akkor a szerencséjük az időjárás szempontjából, de viszont jó borok lesznek az idén is, és remélem, hogy a 2018-as bor utca az már még jobb borokkal lesz tele, hát majd akkor és is reméljük, itt hogy a szervezők ugyancsak egy ilyen szép hangulatos utcát fognak biztosítani, nem csak a borászoknak, hanem a borbarátoknak is.